2023-ban nulla körül alakulhat a GDP növekedése. Az idei év fogyasztási sokja miatt a kormány által korábban jelzett 1,5%-os prognózis nem tartható, állítja Nagy Márton, aki szerint reális lehet a minimálbér 10%-os emelése. Dávid Ferenccel beszélgetünk. A DK képviselőjével jó estét kívánok, köszöntöm. Mit szól ehhez? Pozitív nulla, végülis Orbán Viktor miniszterelnök beszélt már erről, és nem lesz meg ez a bizonyos 1,5%, aztán majd mindjárt a 10%-os béremelésről is beszélünk. Hát, ha felháborodott hangon kellene szólni, akkor azt mondanám, hogy ezt mindenki tudta már az első negyed évben. Ha visszaemlékszik, a nemzetközi hitelminősítők januárban és márciusban már 0,2-0,3-at mondtak. A teljes közgazdasági szakma pontosan tudta az első negyed év után, hogy nem lehet Magyarországon ebben az évben gazdasági növekedés, és én azt gondolom, hogy gyakorlatilag most egy ilyen bevallás volt, előbb-utóbb el kellett mondani ennek az országnak, hogy azt a hibát követte el a kormány, és én ezt tartom a legsúlyosabbnak, hogy gyakorlatilag beáldozta a gazdasági növekedést, ez ma ugye kiderült Nagy Márton szavaiból, hogy ez az helyben futás, a helyben toporgás éve, de ugyanakkor a másik pozitív hatása nem valósult meg ennek a befagyasztásnak, az, hogy az infláció továbbra is vágtat. Tehát igazából az a kettősség, aminek nem szabadott volna meglenni, amit az év elején úgy kellett volna menedzselni, hogy vagy ez, vagy az, én azt mondanám, az infláció ellen kellett volna egyébként jobban harcolni, egy szociáldemokrata irányultságú közösség csak inkább a lakosság fele és a munkavállalók, a nyugdíjasok fele fordult. Na de akkor ön is beáldozta volna a növekedést. Akkor ön is beáldozta volna igen, a növekedést, de akkor ezt világosan el kell mondani, hogy a növekedést be lehet áldozni, de akkor az infláció nem Európa bajnok és nem Európa rekorder. Itt az a tragédia és az a gyalázat, és az, hogy most szeptember 12-én ismeri be, hogy igazából a tavalyi évben elfogadott, ha visszaemlékszik, júniusban 4,5%-os gazdasági növekedés volt az asztalon, és mind a mai napig a kormányzati hivatalos növekedés 1,5% volt. És most közölte velünk nagykegyesen a miniszter, hogy hát bizony ez az év elszállt. És akkor még egy mondat, ne haragudjon, és megint hozzátették azt a kötelező mondatot, de hölgyeim és uraim, most már vége minden bajnak, visszapattan a gazdaság. Ezt már 3/4 éve, nem? Tehát 3x1/4 éve halljuk, és ma most ugye ebben a ciklusban tudtuk meg, hogy a negyedik negyed év az, amikor a magyar gazdaság ugye recesszióban van, ez tartós recesszió, ezt csak hozzáteszem így szemléletesen, hogy míg Magyarország 4/4 évet lefele megy, addig Horvátország 10/4 évet, az utóbbi 10/4 évet fölfele megy. Na, infláció, maradjunk itt egy picit, csökkent, ugye a friss adatok szerint 16,4%-ra, de a csökkenés üteme lassult az előző hónaphoz képest, ugye most másfél vagy 1,2%-ponttal lassult, ha jól emlékszem, 2,5 volt, tehát az ütem az csökkent, annak mi az oka? Hát annak több oka van, egyrészt az ársapkáknak például az a drámai hirtelenségű kivezetése, és hogy az akcióra váltás, ez önmagában nem oldotta meg azt az inflációs problémát, ami nyomja a magyar gazdaságot. Hát hogy gondoljon bele, hogy a cukor ára például egy hónap alatt mennyit emelkedett. Tehát egyrészt a váltásnak a mechanizmusa nem hozta a kellő eredményt. Ne felejtsük el, hogy az üzemanyagárak, azok ugye most is azt kell mondanom, hogy a legmagasabb szinten vannak, mert ha a magyar jövedelemhez viszonyítjuk, akkor drámai magas szinten vannak. Egyébként Nagy Márton is ezt mondta annak, hogy az a magyarázata, hogy az üzemanyagárak növekedése, amiért nem a magyar kormány a felelős, hanem az olajkitermelés visszafogása. Jó, meg a menet, hát magyarázat mindenre van, de jó, a gazdaságfejlesztési miniszter, mentség nincsen. Tehát igazából az, hogy itt abba a hitben, és azért ne felejtsünk el még valamit, hogy az élelmiszerárak, amit ők sikernek állítanak be, az csak nem 20%-kal emelkedett egy év alatt, egy ötödével emelkedett, és mire rakódott rá? Tehát ha belegondol, hogy tavaly szeptemberben volt utoljára 20% körüli infláció, utána ez végigment, és most vagyunk megint a 20% alatt, tehát minden egyes hónapban gyakorlatilag több mint 20%-os inflációval küzdött a magyar társadalom. Azt is mondja Nagy Márton, hogy az üzemanyagárak miatt nem októberben, hanem novemberben lesz egy számjegyű az infláció. Meg lehet november az egy számjegyű infláció, még ha most ezt az ütemet nézzük? Őszintén mondom,
önnek nem kibújni akarok a válaszadásra, hogy engem már ezek a jóslások annyira nem érdekelnek. Már annyiszor bejósolt. De ön szerint? Én szerintem innen ez nem kikalkulálható. Nekik egyébként, pont, ha belegondol, még azt sem sikerült eltalálni Nagy Mártonnak, hogy amikor nem volt a Transit Fesztiválon augusztus utolsó napján, akkor bemondta, és gondoljon bele, hogy milyen tudások birtokában van a KSH-val való kapcsolatban, bemondta augusztusra a 16%-ot, kerek 16-ot, erre 16,4 lett. Tehát rögtön két héten belül tévedt 0,4%-ot a mi kárunkra. Tehát én ezt innen megítélni, hogy ez most novemberbe köszön be, vagy decemberbe, ezt én meg nem, vagy októberben, ezt én meg nem tudom mondani. Az éves szintűt viszont, azt nagyjából tudjuk, az éves szinten ezt az évet meg nem ússzuk 17,5-18% alatt. Ez azért nagyon fontos, hogy ez a szám így rögződjön, mert azt mondta a miniszterelnök, hogy a 2023. év az infláció letörésének éve, szó szerint mondta. Kérdezem én, hogyha tavaly 14,5% volt, idén 3%-kal legalább magasabb lesz, ezt nevezik ők letörésnek? Hát mondjuk a júniusi-júliusit, ha évvégére letörik egy számjegyőre. De a mi zsebünket az első 8 hónapban, és a legrászorultabb társadalmi rétegnek az infláció, az 20-25%-kal gyötörte. Most az, hogy egy-két hónappal esetleg be lehet evezni mondjuk a 10% alá, na de kérdezem én, mire rakódik rá? A tavalyi évvégi 20-23%-osra. Mondott még egy dolgot Nagy Márton, azt mondja, hogy szeptembertől az infláció olyan mértékben csökken, hogy az effektív kamatlábennél alacsonyabb lesz, majd ezért át kell gondolni, hogy az egyszemélyű infláció kialakulása után mi a hosszú távú cél. És hát azt mondja, hogy bár ez a jegybank hatásköre, ez azt is jelenti, hogy a jegybank nem szeretne akkor a bérkiáramlást látni, mint a kormány, Matolcsék hozzáállása pedig sajnos jövőre a gazdaság helyreállítását nehezíti. Mit mond egy ilyen mondat? Egyébként két héttel ezelőtt, amikor kamatról döntött az MNB, akkor Virág Barnabás azt mondta, hogy hát igen, ő aggódik, hogy túl nagy lesz a jövő évi béremelés. Ez egy borzasztó ellentmondásos helyzet, amit most elkezdünk ketten feszegetni. Először is onnan kezdeném, hogy az állam ott beszéljen a bérekről, ahol ő a munkáltató. Most ugye folyamatosan, ugye bizonyára azt is hallottam, amikor azt mondta a miniszterelnök a legutóbbi pénteki megnyilvánulásán, hogy még ennyi nem elég a bérek vonatkozásával. Na most, ha ez így gondolja a miniszterelnök, ha így gondolják sokan, hogy kell egy komolyabb béremelés, akkor meg kell, hogy kérdezzem, hogy ott, ahol ő a munkáltató, közalkalmazott, köztisztviselő, kormánytisztviselő, katona, rendőr, bíró, szociális ágazat, ott érdekes módon semmit nem lép. Semmit nem lép. És milyen érdekes, hogy ott, ahol nem munkáltató, ott, ahol nem tulajdonos, ott bemondja az okosságot, hogy hány százalékot kéne emelni. Azt, hogy a versenyszférában, az üzleti szférában mennyit kell emelni, azt a versenyképesség, a költségviselő képesség, illetve hát a formálisan, de működő módon a munkáltatók és a munkavállalók megállapodnak. Ebbe a kormányban ebben segítő önnek funkció. Nagy tapasztalata van, ehhez a 10%-hoz mit szól? Mármint ehhez a minimálbér. Én azt gondolom, hogy ezt még szeptemberben nem kellene bemondani, szeptember elején. Itt először, mint hallottam, voltak augusztus végén tárgyalások, ugye mind a két oldal azt kifogásolta, ez egy rendkívül sumák dolog egyébként, hogy még mindig nem tették le a rövid távú prognózist. Tehát igazából ez a bértárgyalás az én felfogásom szerint ilyen bizonytalan helyzetben, ezt úgy kell a kormánynak menedzselnie, nem számokat mondania, úgy kell menedzselnie, hogy november végén, december közepére alakuljon ki egy olyan helyzet, amikor már meg lehet állapodni. És még valami, ugye itt arról is megy a vita, hogy még ebben az évben kellene bért emelni. Én meg azt gondolom, szakmai kérdés, tehát nem százalékokról beszélek, Isten ments, hogy én belebeszéljek az érdekegyeztetés ügyeibe, azoknak kell ott dönteni, akik ott ülnek, hogy most, ha szeptember, ha holnap megállapodnak egy idei visszamenőleges bérfejlesztésben, az gyakorlatilag olyan közel kerül a jövő évéhez, hogy egy nagyon feszített dupla ugrás lenne. Tehát szakmailag én azt javasolnám mindenkinek, ha van szavam, hogy ezt az évet már sajnos elbukta a magyar gazdaság, béroldalról is elbukta, egy olyan szakmai munkát kell végezni, hogy jövőre valamennyit tudjon kárpótolni ebből az évből, és a jövő évi várható gazdasági folyamatoknak megfeleljen. De miután a jövő évi gazdaság folyamatokról sem tudnak semmit, hisz amit a költségvetésben mi elfogadtunk, az már most lehet látni, hogy például
például államháztartási oldalról tarthatatlanná válik. Akkor miért lenne tartható az infláció, miért lenne tartható a gazdasági növekedés? A hiány óriási, és erről is akartam kérdezni, de már nem fogom. Viszont ami a hiányt érinti, a kormány még idén tulajdonrészt akar szerezni a Budapest Airportban. 1400-1700 milliárd körülbelül a hírek szerint. Szükség van a DK szerint, vagy ön szerint erre a részesedésre? Akár a DK nevében, akár a saját nevemben, de azt mondom önnek, a józan paraszti ész nevében mondom, ha egy ország gatyáig el van adósodva, már pedig el van. Ráadásul van egy bankja, a Magyar Nemzeti Bank, amelyik horribil is veszteségeket termel. Amikor vannak olyan társadalmi rétegek, akár a nyugdíjasokról gondolok, vagy a munkavállalói szegénység kialakult, akkor egy egyébként piaci ágazatban működő céget, amelyik egyébként most nyereséges, hála a jó Istennek, a magyar államnak semmi keresni valója nincs. Honnan fog venni 1600 milliárd forintot? Két útja van a dolognak. Hát vagy azt teszi, hogy a költségvetést, a fejreállt költségvetésből kiszipkázza a pénzt, tehát még kevesebb jut majd pedagógusnak, szociális munkásnak, orvosnak, nővérnek, vagy fölvesz olyan hitelt, nem hiszem, hogy az Európai Uniótól, ami egyébként kiteremelhetetlen kamattal van, és 30-40 évre, gondoljon bele, lekötelezi a magyar költségvetést, csak számoljon egy pillanatra, ha évi 30 milliárd van minden évben, ami nem biztos, hogy így van, akkor az 1600 milliárdos kiadás hány év alatt érül meg? Ez most itt marad a levegőben. Köszönöm, hogy itt volt, ennyi fért bele. Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást.